te, most már nekem elegem van abból, hogy mindenki az Orbánt látja a kegyelmi ügy mögött. Azt mondják, hogy ő mozgatta a szálakat. Hát ez már Orbán-fóbia. Hát mi köze lenne neki a bicskei pedóügyhöz? Elárulom, semmi. Most azért, mert a bicskei gyermekotthon pedofíliáért elítélt igazgatójával, Vásárhelyi Jánossal már 22 évvel ezelőtt is közösen szerepelgettek, egy a napokban előkerült videó szerint. Vagy mert az elítélt pedofil igazgatót az Orbán család ügyvédje védte. Vagy mert a pedomosdatásért szintén elítélt, majd Novák Kaletalin által kegyelmet kapott Kónya Endre és családja. Köztudott, hogy jóban van az Orbán családdal? Vagy mert Kónya szülőfalujában, az erdélyi Zabolán, a Kónyáék barátainak birtokában lévő Mikes kastély felújítását a First Lady, Orbán felesége Léva Janikó intézte, és erre 1 milliárd forintnyi jó magyar közpénzt biztosított? Vagy mert a kegyelem aláírása után Orbán felesége elküldte Novák Katyit egy egyhetes nyaralásra Mikes kastélyba? Vagy azért, mert Kónya Endre és ifja Orbán Győző közösen szervezett birkózásokat gyerekeknek a gyermekotthonba? És még folytathatnám. Úgyhogy azért mondom, álljon le szépen mindenki. Elég volt. Úgyhogy Orbánnak és családjának semmi köze a pedomosdatáshoz és a kegyelmi ügyhöz. Várjál, mindjárt leszakad a plafon. Ennek a kegyelmi ügynek Balogh Zoltán pedopüspök szerint a valódi áldozata nem a gyerekek, hanem Novák Katyi. Hát én meg azt mondom, hogy ennek az ügynek az igazi áldozata a Tóth Gabi. Őt kell sajnálni most is. Gabi most már nem a tapolcai szűzanya, hanem a pedofilok védőszentje. Azt mondta Gabi, hogy a gyermekek védelméért létrehozott tüntetésre azért nem ment ki, mert azt azok szervezték, akik őt bántják. Ja, értjük. Tehát akkor a saját egója ismét fontosabb mindennél. Még a bántalmazott gyerekeknél is. Tóth Gabi nem áll ki a gyerekek védelméért. Ő inkább oda megy, ahonnan enni kap, és közösséget vállal azzal a csapattal, akik mosdatják a pedókat. Kit érdekelnek a bántalmazott gyerekek, amikor olyan csúnya kommenteket írnak nekem, amiért nem mentem ki erre a hülye tüntetésre? Én vagyok a valódi áldozat, én! Hát furcsa is lett volna Gabinak a békemenet után egy ilyen tüntetésen részt venni. Na hát, sehol egy pedofil, sehol egy tolvaj, itt nem érzem magam otthon! Viktor, hol vagy? Úgyhogy megértjük, Gabi, mindenki a természetes közegében érzi jó magát. Ahogy az újpesti nőverő Pablo Escobar is, a Coco Phantom, azaz Curtis, aki jól fizetett statisztaként elment Orbán évértékelőjére, hogy véresre tapsolja a tenyerét. Azért nem semmi, hogy van az a pénz, hogy valaki egy ilyen pedobotrány kellős közepén oda dörgölőzzön a bűnösökhöz. Sőt, Curtis újpest szurkolóként még a Nerencváros elnökével, Kukatov Gáborral is pózolt, fotózkodtak egyet, smúzolt neki a napraforgó Curtis. Ne aggódjál, meghálálja neked a párt! Majd mehet el a fideszes Strapacska és Palacsinta fesztiválokra reppelni. És téged is vár a következő békemenet, ma már így hívják a pedofelvonulást. Ahol majd együtt vonulhatsz kézen fogva Győzikével, Feróval, Fási Ádámmal, Tóth Gabival, tehát a nemzet nagyjaival. Hiába a sok gyomorforgató bűncselekmény, a pedomosdatás, a korrupció, és az, hogy mi lettünk az EU legszegényebb országa, van egy dolog, ami ezt a remek társaságot mindig összetartja, ami nem más, mint a közös szenvedélyük, a közpénz. Találkozzunk az önálló estjeimen, ahol nem csak politikai humor, hanem celebparódiák és mindenféle történetek lesznek. Mondom a helyszíneket: Komló, Ózd, Eger, Debrecen, Miskolc, Baja, Budapest, Tapolca, Vác, Pápa, Nagykanizsa, Törökszent Miklós, Tatabánya, Pécs, Győr, Nyíregyháza és Jászberény. További helyszínek és jegyvásárlás a tixa.hu/Somogyi András oldalon. És iratkozzatok fel a YouTube csatornámra is. Sziasztok!